Ich liebte einst ein schönen blonden Jüngling, der mein Leben jetzt so bitter macht. Denn er ist vor meiner Brust gerissen, mit welchem Kummer schmerz bei Tag und Nacht. Hagyományos viselet, hagyományos tánc és zene. Ezeket is láthatták, hallhatták azok, akik ellátogattak Mohácsra. Idén ugyanis immár negyedik alkalommal rendezte meg a mohácsi német önkormányzat a Dunamenti Halfesztivált. A szervezők szerint egyre több látogatót vonz az esemény. Én úgy gondolom, hogy minden vendégénél többen érkeztek eddig a Halfesztiválra, tehát ilyen 5 óra után egy kicsivel szinte teltházasok az utcák. Ennek nagyon örülünk egyébként, hogy tényleg ilyen nagy érdeklődés van a fesztiválunk iránt. Tehát ahogy nézem, tele van a Schwab utca, tele vannak a főzőterületek. Nagyon örülünk ennek, és bízunk benne, hogy az esti koncerteken is még többen és többen lesznek. A programjainkat a Schwab kulturális programok jellemzik. Tehát a Mohácsról is érkeztek fellépők, a környékről érkeztek fellépők, de érkezett egy tánccsoport például Pilisvörösvárról is, sőt, Ausztriából is van egy Schuplattler csoportunk. A kulturális programok mellett pedig nagy szerepet kapott maga a hal. Egy verseny keretében mutathatták meg a vállalkozókedvűek, milyen is egy igazán jó halétel. Ebben is rekordot döntöttünk, ugyanis legutóbb 150 sörpad garnitúra került kiadásra, most pedig 163-mal sikerült ezt überelni. Nagyon sok csapat, nagyon sok nevezés érkezett, a szakmai zsűri segít egyébként elbírálni a főző, vagy hát az étel mintákat. Nagyon sokan neveztek tényleg, és ezeket mind igyekszik a zsűri szakmailag szakszerűen elbírálni, és lesz egy eredményhirdetőségünk is, ahol mindenki megtudhatja, hogy mi az, amit sikerült neki összehozni, milyen jól tud főzni. De azokra is gondoltunk egyébként, aki nem szeretne főzni, hanem csak egy jó halételt kívánna elfogyasztani, ezért létesítettük a halpontot, ahol nagyon jó minőségű ételekkel szolgálunk. Mohácsi halászlé tésztából, ez az egyik ételünk, a másik a harcsapörkölt, szürke harcsából, szigorúan, túrossuszával természetesen, illetve lesz még, vagy van, sült kárászunk is a halpontot. Tehát ezt mindenkinek bátran ajánljuk. Ha esetleg idén nem jöttek el, jövőre mindenképpen tegyék meg. A versenyen résztvevők közül a legtöbben természetesen halászlevet készítettek. Ebben van ugye hagyma, só, paprika és persze a hal. Van valami különleges dolog, valami családi recept? Semmi extra. Oda kell rakni, száraz fa, ennyi. Van benne ponty, csuka, harcsa, kárász, ennyi az egész. Jó paprika kell hozzá. Ez most vegyes hal, harcsa, ponty és amur. Hát, de különben ahány bogrács annyi recept, úgyhogy nem olyan könnyű ezt így most elmesélni, mert hát mi ezt a mi saját receptünk szerint csináljuk. A hagyba van benne, a hal, paprika, és ennyi az egész. Úgyhogy nem egy olyan nagy tudomány, csak most meg kell várni, hogy lobogjon, jó lobogó lángba kell főzni a halászlevet. Ezt tanultuk az őseinktől. Amióta a halászatot betiltották, azóta nehezebb hozzájutni a halakhoz, de ponty volt. Tehát most ez most csak ponthalászlé, de hogyha tudtunk volna csukát szerezni, az is lett volna benne. Nagyon nagy recept nincsen, ez a hagyományos, úgymond bajai féle halászlé, amit én egybe rakok föl mindent. Hagyma, hal, utána paprika, ugye mindig a halom meg a paprikám múlik a lé, hát majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. A programokra sokan kíváncsiak voltak. A hagyományőrző műsorok mellett kézműves vásár, finomságok és könnyed koncertek is várták a vendégeket a Dunaparti városban.